Kedves testvérek, mai első olvasmányban Jób könyvéből arról olvasunk, hogy mindaz, ami van, teremtett világ, annak az Úristen az irányítója, kizárt el kettős kapuval a tengert, amikor előtört a mélység öléből, ruhát adott felhőkből, ködből pólyát. Azt akarja ezzel Jób kifejezni, Jobbnak az Isten, hogy az Úristen az Ura az egész teremtett világnak. És mi, amikor már ismerjük a méreteit is az egész teremtett világnak, akkor látjuk azt, hogy olyan hatalmas és olyan nagy rend van benne, hogy önmagától nem állhatott volna fönn így, és nem állhatna ma sem föl. Abban az időben csak a tenger töltötte el őket félelemmel, amikor látják a nagy végtelenségét, nagyságát a víznek, vagy a villámnak, vagy az esőnek, viharnak, és mi, amikor már távcsövekkel és különböző műszerekkel meg tudjuk nézni az egész világegyetemet, akkor látjuk azt, hogy csak úgy tud fönnállni, hogyha van mögötte egy értelmes irányító, aki fönntartja. És amikor a tanítványok, akik halászok voltak, megtapasztalják a viharnak a veszélyességét, ők tudják azt, hogy ez egy olyan vihar, amelyikben meg is lehet halni. Hiába tudnak úszni, hiába itt dolgoztak, ez a munkahelyük a tenger. És amikor ez történik velük, akkor elkezdenek félni. Megtelik a bárka vízzel, kezdenek elsüllyedni, és Jézus úgy tesz, mintha aludna. Pontosabban lehet, hogy aludt. A tanítványok azt kérdezik tőle, hogy nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Valahol látták Jézuson, hogy Jézus ezt tudja, hogy mi történik, és mégis úgy tesz, mintha aludna, mintha nem törődne vele. Sokféle jelkép van ebben a történetben. Az egyik az, hogy Jézus ura a tengernek, ura a teremtett világnak, és tud neki parancsolni. És ezt majd később látjuk, hogy amikor megszaporítja a kenyeret, akkor látszik az, hogy ura a kenyérnek, ura az ételnek. Amikor föltámasztja a halottat, akkor látszik, hogy ura a halálnak. Amikor gyógyíthatatlan betegségben gyógyít valakit leprából, akkor látszik az, hogy ura a betegségnek. Sokféle formában látszik ez a hatalom Jézus életében, és amikor megtörténnek az egyházban az első üldözések, akkor tapasztalhatják azt az emberek, a hívők, hogy az ő közösségük, mint egy kis csónak hánykolódik a viharban, el akarják őket pusztítani, üldözik, el kell menekülniük Jeruzsálemből, szétszaladnak akkori Kis-Ázsiában, és hogy Jézus velük van. És hogy Jézus az, aki meg tudja őket menteni, aki ezt a vihart el tudja csendesíteni. És fogalmazhatunk úgy is, hogy a saját életünkben, amikor vihar van, amikor úgy érezzük, hogy a környezetünk, akik körülöttünk vannak, mint egy nagy tenger, és a mi életünk, mint egy kis csónak. És hogy ez a kis csónakunk, ez megtelik vízzel, és elsüllyedhetünk, meghalhatunk. És érezhetjük azt, hogy Jézus velünk van, de talán úgy gondolhatja az ember időnként, hogy velünk van Jézus, de alszik. Tehát, minthogyha úgy tenne, hogy nincs hatással az életünkre, akár kiáltunk hozzá, kérjük őt,
és minthogyha úgy tenne, hogy semmi sem változik. Nekünk is mondja ilyenkor Jézus, hogy miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit. Pál apostol, amikor leírja ezeket a sorokat a korintusiakhoz írt levélben, hogy amikor azt mondja, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Ez tudja a félelmünket elvenni, hogyha így élünk, hogy a saját akaratunk számára, a földi életünk számára meghaltunk, és Istennel együtt akarunk élni. És hogy ha a mennyek országába, az üdvösségbe erősítjük a hitünket, akkor tudja ez a félelmünket elvenni. Látjuk azt Jézus életében, hogy ő is félt, különösen a kereszt út előtt a Getsemáni kertben, annyira, hogy vérelverítékezett. Látszik az, hogy a félelem az lehet olyan az életünkben, amit nem tudunk irányítani. De magától érthetődően jön, és irányíthatatlannak érezzük a félelmet. És azt látjuk Jézusnál, hogy még a kereszten, amikor azt kiáltja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor olyan úgy tűnik és egy pillanatra, mintha még a hitét is elveszítette volna. És a következő pillanatban aztán rábízza magát Istenre, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, de volt olyan momentum, mozzanat Jézus életében is, amikor úgy érzi, hogy Isten őt elhagyta, elveszítette Istent. És amit nem tudunk irányítani, az tehetetlenek vagyunk azzal szemben, viszont nem kell megállnunk ebben a pillanatban, amikor irányíthatatlannak érezzük a helyzetet, hanem újra rá kell magunkat bízni Istenre. Újra kiáltani kell hozzá, újra vele kell lenni, föl kell kelteni, hogy segítsen rajtunk. És lehet, hogy nagyon sokszor tapasztaltuk is, hogy amikor kitartottunk Jézus mellett a viharban, amikor azt éreztük, hogy elsüllyedünk, akkor és továbbra is rábíztuk magunkat Jézusra, Istenre, akkor volt olyan mozzanat, amikor segített, amikor elcsendesítette az életünknek a viharát. Erre meghívás a mai olvasmányok a számunkra, hogy higgyük azt, hogy az egész fizikai világnak az Isten az Ura, minden királynak, minden fejedelemnek az Isten az Ura, és amikor azt érezzük, hogy elsüllyedünk a viharban, a csónakunk süllyed, olyankor is kiáltsunk Jézushoz és kérjük őt. Bízzuk rá magunkat, és erősítsük a hitünket az örök életben. Jézus is imádkozott a mennyei atyához, és nem úgy mentette meg őt, hogy levette a keresztről, és engedte elszaladni. Hanem úgy mentette meg őt, hogy engedte meghalni, és feltámasztotta. És velünk is lehet olyan, hogy nem az történik, hogy enged minket elszaladni a bajtól, hanem lehet, hogy megengedi, hogy meg is történjen az a baj, de hogyha mi kitartunk vele, akkor mindenképpen nyugodtak lehetünk abban, hogy üdvözít bennünket. Vagyis a mi reményünk az nem erre a világra szól, hanem az örök életre. És az örök erős hitünk az örök életben tudja elvenni a félelmünket, és hinni abban, hogy üdvözülünk. Viszont, hogyha valaki elmenekül, elfut, és azt gondolja, hogy meg tud menekülni, és ezt Isten nélkül teszi, akkor Isten nélkül nem tud üdvözülni. Lehet, hogy ideig, óráig itt él ezen a földön, azt gondolja, hogy elszaladt, de hogyha Isten nélkül teszi ezt, akár vétkezik, eltér Istentől,
akkor egy darabig tart az élete, utána befejeződik. Viszont, hogyha kitartunk Isten mellett a végsőkig, és az Úristen megengedi, hogy valamilyen nehézség történjen az életünkben, de kitartunk mellette, akkor ő akár itt is megszabadíthat, ahogyan megszabadított a mai evangéliumban az apostolokat, vagy pedig akár megengedi a nehézséget, ahogy Jézus életében megengedte és üdvözítette, és abban hiszünk, hogy kitartunk vele együtt, akkor bennünket is üdvözít. Ezt a hitünket szeretnénk erősíteni a mai szentmisén, rábízva magunkat mennyei atyára, Jézusra, hogy ő legyen velünk a bárkában, az életünknek a csónakjában, és mindig azt tegye, amit ő tart fontosnak, szükségesnek. Amen.